Hatodik alkalommal szervezte meg a Csemete Alapítvány Kolozsváron az Ovi Olimpiát. Idén 17 óvodából 21 csoport érkezett a megmérettetésre. A cél, hogy a mozgást és a sportot népszerűsítsék a gyerekek mindennapjaiban. A résztvevőket érmekkel és kupákkal jutalmazták. Gyerekzsivajtó volt hangos csütörtökön este a kolozsvári Szonyá Jován sportterem. Az óvodások hangosan szurkoltak és tapsoltak versenyző társaiknak. Bukfenceztek, másztak, akadályokat küzdöttek le a játékos próbák keretében az óvodások, és a futóverseny sem maradhatott ki az idei programból. A sportra való nevelés azért is fontos, mert manapság már a gyerekeket az iskolába, a szabadidős tevékenységekre is inkább autóval szállítják, keveset mozognak. Vélte Lészai Lehel, a Csemete Alapítvány elnöke. Nagyon nagy lelkesedéssel vesznek részt, nagyon szeretnek mozogni, és ha most gyerekkorban megszeretetjük velük ezt, akkor fiatalkorukban, felnőttkorukban majd folytatni fogják, és ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy nem föltétlenül csak televízió előtt vagy telefon előtt fogják eltölteni az idejüket. Az esemény iránt az idén is nagy volt az érdeklődés, ugyanis 17 óvodából 21 csoport nevezett be, 15 csapat a kolozsvári magyar óvodákból, 6 csapat vidékről érkezett. Ezért tartom fontosnak ezt a rendezvényt, hiszen itt a gyerekek csapatban versenyezhetnek, együttműködhetnek egymással, és fontos, hogy más óvodás gyermekekkel is találkozzanak. Így egy kicsit egymásra is figyelnek, nem csak saját magukra. Kicsit a versenyszellem is fejlődik bennük. A versenyen kívül különböző programokkal készültek a szervezők. A megmérettetés végén a nyertes csapatokat érmekkel és kupával díjazták. Táncolunk, mert mindenfélét csinálunk. Az Ovi Olimpia ötlete a magyarországi óvodákkal kialakult partnerkapcsolatok révén született, hiszen mindenhol fontos tényező az egészségtudatos életmódra nevelés. A korábbi években az Erasmus pályázaton keresztül, míg tavaly először önkormányzati pályázatok segítségével szervezték meg az Ovi Olimpiát.